Kabát Péter két gólt lőtt a Szusza Ferenc stadionban a legutóbbi bajnoki mérkőzésen a PMSC ellen. Az Újpest FC csatára ezzel lila-fehér mezben 50. a labdarúgó élvonalban pedig már 100. gólját szerezte meg. Köszöntöm a stúdióban a százados urat, de jó, hogy itt vagy, és van miről beszélgetni. Jó napot, üdvözlök én is mindenkit. Hát Péter, kezdjük az elején, ami a vége. Milyen érzés? Azért 100 gólt, a 100. gólt megrúgni. Nem mindenki mondhatja el egy labdarúgó bajnokságban, hogy eljutott a 100-ig. Igen, nagyon örülök én is. Végre pár meccs óta már sokan kérdezték, hogy mikor fogom megrúgni a 100. gólomat. Próbáltam ezeket így csitítgatni, ezeket a kérdéseket, de nagyon örülök neki, hogy végre megvan, és már nem kell ezzel foglalkoznom. Úgyhogy örülök, hogy kétszer betaláltam a Pécs ellen. Illetve hát azért beszélgettünk itt a riport előtt, a harmadik is ott volt. Ott volt helyzetem, nekem is, volt még másnak is, jó kezdtük a mérkőzést. Sajnos ott a második gólom után közel volt a kapus, nem tudtam már, hogy megemelni, belevetődött. Nem volt szerencsém, de így is nagyon boldog voltam a meccs alatt is már, meg a meccs után is, mert tényleg nyertünk, és dupla jubileumot ünnepelhettem. Te Péter, mennyivel más labdarúgó lettél azzal, hogy eljutottál a 100-asig, a 100 gólig? Hát nem hiszem, hogy más labdarúgó lettem, mert szerintem most valaki rúg 110 gólt, vagy 95-öt, szerintem ugyanaz a játékos marad, de örülök neki, hogy ezt a határt elértem, mert tényleg, ahogy beszéltük itt a riport előtt, hogy nem mindenki éri el a 100 gólt szerintem NB1-ben. Mi kell ahhoz, hogy valaki ott legyen, és ha lepattan a labda, ha netalántán gólhelyzetbe kerül. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen csatár legyen, hogy azt mondják, fú, hát a Kabát játszik, akkor nagyon vigyázni kell, mert lehet, hogy gólt fog rúgni. Hát szerintem ez azért, ahogy öregszik az ember azért a rutinnal is, hogyha rutin szerez, akkor a meccseken azért tudja, hogy főleg, hogyha két csatár, hogy hova helyezkedjen, vagy hova fog pattanni a labda, vagy a kapusról kipattan, akkor jó helyen legyen, jókor jó helyen. Fejbe ott kell lenni maximálisan a mérkőzésen, főleg az adott szituációkban, ami nagyon fontos lehet mind a saját magamnak, mind a csapatnak. Ez vagy valakibe benne van a zsigereibe, vagy nincs. Hát remélem, hát mi az, hogy vagy benned van, tehát nincs mese. Gólövő listán is ott vagy a második helyen, ha jól tudom. Már, ugye most második helyen, nem sokkal van előtted a... Egye. Azért mondom, hát az hétvégén pápa, és hát ki következik, ki áll a kapuba? Egy kapus pápa, ugye Szűcs Lali. Szűcs Lajos áll, igen, aki tényleg már nem, azt hiszem a 40. évét tapossa. Egy nagyon rutinos kapus, jó kapusnak tartom, de remélem, hogy túljárok az eszén én, vagy a csapattársaim, és megnyerjük a mérkőzést. De Péter, amikor kint voltunk forgatni az edzésen, akkor nagyon érdekes gyakorlatokat láttunk. Természetesen nem árulom el, hogy mit gyakoroltatok, mert hát ha egy pápai megfigyelő itt éppen nézi, de azt látom, hogy nagyon-nagyon a góllövésre koncentráltatok az edzésen. Ez eddig nem mindig volt így. Igen, én úgy érzem, hogy a Pécs meccsen is úgy mentünk neki az ellenfelünknek, hogy letámadjuk az első percektől. Nagyon korán vezetést szereztünk a második percben, utána a hatodik percben már 2-0 volt, a 16. percben már 3-0, úgyhogy én úgy érzem, hogy az Újpestnek, aki főleg otthon játszik, de nem is csak otthon, hanem idegenben is, így kell kezdeni a mérkőzést, így kell letámadni az ellenfelet, mert ahogy láttuk a Pécs ellen is ez sikerült, és 3-0-ra el tudtunk húzni, ami egy kicsit túlságosan is megnyugtatta a csapatot. Ezt akartam mondani, hogy inkább lett volna 2-0 a szünetben, és utána még beindultak a második félidőre, mert akkor nyugodtunk meg legalábbis mi szurkolók és nézők, amikor a negyedik is bekerült, mert ugye azért elég meleg lett. Hát igen, 3-0-nál egy kicsit így leültünk, kicsit visszabáltunk, nem tudom, hogy mi volt ennek az oka. 3-1 volt a szünet, kaptunk egy gólt, és úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy ugyanott folytatjuk, ahogy az első fél időt elkezdtük. Sajnos ez nem így történt, mert azért a Pécs tényleg azért nem játszott ebbe a periódusban rosszul, voltak helyzeteik, de nagyon örülök annak, hogy mi szereztük meg a negyedik gólt, és így 4-1 volt, mert azért az szerintem biztosá tette a győzelmet.
Ha már 4-1-et mondtál, gondolom nézted tegnap, illetve tegnap előtt, mert a kedves nézők biztos tudják, hogy ez a beszélgetés rögzítése kerül, és majd pénteken kerül adásba. Nézted a BL elődöntőket. Hát beszélgetünk a kollégákkal, hogy a német Wehrmacht hát legyalázta az ibériai félszigetet, átgázolt mindenkin. 2x4 gól, tehát 8-1 összesen, a Barca kapott 4-et, a Real kapott 4-et. Mi történt szerinted? Hát én szerintem a német foci az nagyon erős, a Bundesliga, a német bajnokság az szerintem az első háromban mindenképpen benne van a világon. Tudni kell, hogy teltház van minden mérkőzésen, tele van szponzorral a lelátó, ügynökökkel, tehát nagyon erős bajnokság, tele világsztárok, a külföldi világsztárokkal. Itt most csak ezt a két csapatot, a Bayern meg a Dortmundot vesszük, akik szerintem a világ két legjobb csapatát győzték le simán. Meg kell jegyezni, hogy a német foci az nagyon erős, és de remélem, hogy azért spanyol csapat lesz a BL döntőbe, és nem két német fogja játszani. Ezt elmondod komolyan, hogy 0-4-ről, illetve 1-4-ről valamelyik föl tud állni. Hát miért ne? Én azt mondom, hogy a Barcelona meg a Real is otthon nagyon erős, nagyon sok gólt rúg. Én szerintem a Barcelonának nehezebb dolga lesz, mert a Bayernt jobb csapatnak tartom, mint a Dortmundot. Itt drukkolok nagyon a Madridnak, hogy esetleg egy 3-0-es győzelemmel tovább tud jutni, és bekerül a döntőbe. Kiveséztük a külföldieket, jöjjünk vissza Újpestre, mert mégiscsak azért vagy itt, és hála Istennek, hogy itt játszol nálunk Újpesten. A góllövőlistát is említettem. Meg kell kérdeznem azt, hogy itt van Magyarország egyik legeredményesebb csatára. Az utóbbi ebben a bajnokságban tényleg azt mondják, hogy a kabát játszik, akkor minden rendben van ott elől. Ezt nem vette észre még a szövetségi kapitány? Hát megvan a Sanyibának, megvan a kerete. Fiatalokra épít, amit én úgy érzem, hogy jól is tesz, tehát a jövő csapatát építi, és szerintem semmi rossz szavunk nem lehet, mert tényleg azért a válogatott fejlődik. Jó csapatot alakított ki, egy jó kollektívát. Ott vagyunk még a csoportban, a sanszunk van, hogy kijussunk a világbajnokságra. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképpen jó úton jár a válogatott, és a szövetségi kapitánynak szíve joga eldönteni, hogy kit hívjon meg. Nem vagyok már 20 éves, ezt mindenki tudja, de mindig is szerettem a válogatottba játszani, és amikor hívtak, akkor örömmel mentem. Sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Én erre azt mondom. Sose lehet tudni, mit hoz a jövő, azért megkérdezem. Na, mit hoz a jövő az Újpestnek, az Újpest FC-nek? Hát most mire érted ezt? Tehát... Hát a mostani bajnokságra, ugye felejtsük el ez a dobogós helyezést, meg a kiesést is, hát mert, ja Istenem, már miket mondok, kiesést. Nem, hát, szóval ezzel hagyjuk már ezeket, persze. De azért van még néhány forduló, ugye Pápa, aztán az elmaradt mérkőzés, MTK. Azért nem kis sorozat következik. Hol végzünk a végére? Én azt mondom, hogy elég sűrű a mezőny, főleg itt a közepe. Itt 2-3 győzelemmel óriásit lehet ugrani a tabellán. Nem mondtunk le arról, hogy esetleg odaérjünk az 5.-6. helyre, mert szerintem még oda lehet érni. Itt mondom, hogy nekünk még van egy elmaradt meccsünk, mert már mindenki lejátszotta, csak mi nem. Úgyhogy, hogyha azt a 3 pontot, ami nem lesz könnyű, az MTK-t meg kell itthon verni, azt begyűjtenénk, és vannak olyan meccseink, amit itthon meg tudnánk nyerni, akkor szerintem ott tudnánk lenni a 6. hely körül. Ez azért egy jó kis ugródeszka lenne, mert akkor megnyugodhatna a csapat. A sérültek éppen valamelyik nap írtam, olvastam, hogy hát már mindenki túl van az operáción, a rehabilitáción. Hát borzasztó dolog, hogy előkebb esélni. Sérült, igen. Borzasztó, hogy miért van ennyi sérültje az Újpestnek? Hát most ezt nem nekem kéne... Tehát te ülsz itt mástól, nem tudom megkérdezni. Hát nem tudom, lehet, hogy olyan az izomzat a másik játékosnak sérülékenyebb, nem volt szerencséje, vannak olyan szituációk meccsen, amit nem lehet kikerülni, itt lehet, hogy egy meccsen odafigyelsz, vagy edzésen, hogy ne sérülj, meg aztán egy rossz lépésnél kifordul a bokát. Nem lehet ezt tudni. Én próbálok magamra azért odafigyelni, tehát mind edzésen, főleg edzésen, meccsen ezt így elfelejtem, tehát akkor nincs megállás, de azért így edzéseken próbálom azt hozni, megcsinálni, hogy nehogy itt véletlenül sérülés szenvedjek, mert szeretném végigjátszani a bajnokságot.
mi az, hogy a bajnokságot és a következő idényt. Hát a következő idényt is, de most hál' Istennek nincsen semmi bajom, lekopogom. Még van 7 forduló, ezt mindenképpen meg szeretném nyomni, már csak azért is, mert ott állok, ahogy említetted, a góllövő lista második helyén. De Péter, jön a következő szezon, most már nyugodtan lehet játszani, egyre jobban játszotok. Tényleg, nem szoktam szembe dicsérni egyetlen egy játékos sem, mert amikor rostorozni kellett, vagy mondani kellett, vagy mondani, hogy bottal ütötték a labdát, én ezt is elmondtam. Most azért látszik az, hogy kúsztok, másztok, csúsztok, haraptok, meg lehet nyugodni, jön egy nyár. Nem tudom, hogy ugye szakmailag én nem vagyok ott, nem tudom, hogy fogtok erősíteni, vagy egyáltalán lesz-e erősítés, de azt meg kell kérdeznem, mi van ebben az edzőkérdéssel? Hát azt tudja mindenki, hogy a Márka most a megbízott vezetőedző. Sajnos neki nincsen ez a papírja, ami kell. Az A-licensz, hogy a padon maradhasson mondjuk bajnokság végéig, vagy... De bocsáss meg, bocs, hogy közbevágok, de hát én látok olyan csapatokat, ahol azt mondják, hogy a vezetőedző Gipsz Jakab, mert neki van A-licensze, és a padon ott ül Horváth Géza, aki végül is ő az edző, csak nem ő nyilatkozik, vagy akármi. Hát ez a jövő kérdése, tehát szerintem itt mi még ezt játékosok nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy hogy ki fog jönni, de hát ez a tulajdonos úrnak a döntése és a joga, hogy kit hoz ide. Majd meglátjuk, én úgy tudom, hogy egy-két héten belül szerintem már döntés születik, és akkor állítólag fog jönni valaki, egy új edző, aki rendelkezik ezzel a papírra. Edzőkérdést lerágtuk. Azért engem nagyon izgat az, hogy jövőre mi a cél? Mert egy Újpestnek ne az legyen a cél, hogy nem is a kiesésről beszélek, hát ne az legyen a cél, hogy középcsapat, az egy Újpest, az Újpest. Igen, igen, ezt már sokszor megkérdezték tőlem is. Nagyon remélem, hogy nyáron fogunk erősíteni. Én azt mondom, hogy a keret 80%-a az jó erőkből áll, jó játékosaink vannak, de ide még kéne egy 3-4 olyan játékos, aki erősítés jelent minden posztra, gondolok itt. És hogyha egy 3-4 olyan meghatározó játékos jönne esetleg ide Újpest, és ez a társaságot így egybe tudnánk tartani, akkor jövőre szerintem komolyabb célokat is kitűzhetnénk magunk elé. Peci, nem vagy egy karonülő, az előbb azt mondtad, de hát azért még bőven van benned. Meddig bírod még? Hát, hogy meglátjuk, még van egy évem mindenképpen nyártól, tehát 2014 nyaráig. A tulajdonos úrral jó a kapcsolatom, és bízik bennem, úgyhogy majd meglátjuk még, vagy jövőre, vagy amikor még lejár a szerződésem előtte, úgyis leülünk megbeszélni a jövőt, és hogyha úgy érzem meg, olyan formában vagyok, nem vagyok sérült, és bírom még, akkor mindenképpen akarom még folytatni, nem szeretném abba hagyni. Ne is hagyd abba addig, ameddig még gólokra szükség van, de azért meg kell kérdeznem azt, hogy gondolkodtál-e azon, hogy nehogy olyan helyzetbe kerüljél, mint a Márk A-licensz, edző? Gondolkodtam már azért egy 30 fölötti játékosnak szerintem kell gondolni a jövőjére, úgyhogy én is gondolkoztam ezen, azon vagyok, de most még a játék az első, de már úgy azért kezdem így a gondolatba azt tervezgetni, hogy mi vár rám a jövőbe, és hogy mivel szeretnék foglalkozni. Ugye nem azt mondod, hogy majd amikor remélem nem történik meg. Újpestet elhagyod, levezetsz egy-két évet, és az alatt elvégzed az iskolát. Újpestről azért nem menjél el. Hát Újpestre semmiképp se akarok elmenni. Azt már lenyilatkoztam, hogy én az NB1-ben nem tudok játszani, én alacsonyabb osztályban nem szeretnék. Nem tudom még, mit hoz a jövő, de így NB2 vagy NB3, vagy így alacsonyabb osztályban már nem nagyon szeretnék játszani. Én NB1-be szeretném befejezni, ha majd egyszer befejezem, annál alább nem szeretném adni. És akkor mi lesz Pápán? Kérek szépen egy eredményt. Tudom, azt fogja mondani, mindig azt mondják, nem akarok számszerűt, de most az egyszer. Most az egyszer, amikor 100 gólod van, mi lesz Pápán a végeredmény? Én se szoktam amúgy tippelni, de hogyha így megkérte, akkor hát szám szerint mindenképpen győzelmet várok a csapattól, mert jó formában vagyunk. Szerintem jó úton haladunk. Nem lesz könnyű, szerintem azért a meleg is, 4 órakor játszunk, bejött ez a nagy meleg. Remélem, hogy egy sok gólos meccsen, mint a Pécs meccs volt ide, az a, hát mondjuk egy 3, azt mondom, 3-1-re nyerünk. Legyen ez a végszó, és bízom benne, hogy nem csak a
Pápa ellen, hanem majd utána az MTK ellen is itthon bizonyítotok, és mászunk egyre följebb a tabellán. Nagyon sok sikert kívánok, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.